Itt állunk a Bátaszeki II. Géza gimnázium standja előtt, mellettem Simegi József igazgató úr. Igazgató úr, milyen képzésekkel készülnek a következő tanévre? A következő tanévben is 2 osztályt szeretnénk indítani, egy 6 évfolyamos gimnáziumi képzésben, és egy 4 évfolyamos gimnáziumi képzési osztályt. Ezeknél az osztályoknál a prioritás az elsősorban a nyelvoktatáson van, hiszen a felsőoktatásba történő bekerüléshez nyelvvizsgára van szükség, és hogyha ezt meg lehet szerezni a középiskolában, én úgy gondolom, hogy ez nagy előny, emelt szintű érettségi vizsgával. Német és angol, tehát mind a két nyelvnél emelt óraszámban, illetve a másik olyan tantárgy, amelyiknél előrehozott érettségit lehet tenni, ez pedig az informatika, ennél is a nagy óraszámú oktatást tudjuk kínálni. A Bátaszeki gimnázium egy kis gimnázium ennek minden előnyével. Valóban. Ez egy családias hangulatú gimnázium, tehát azok, akik szeretnék, hogy a gyermekeikre valóban odafigyeljenek, és jó nevelést is kapjanak természetesen a színvonalas oktatás mellett, azokat várjuk a Bátaszéki gimnáziumban. Mindenkit igyekszünk felkészíteni az érettségi vizsgára, azokat is, akiknél a cél a középszintű érettségi megszerzése, és természetesen azokat is, akik emelt szintű érettségi vizsgát szeretnének tenni, és tovább szeretnének tanulni. Mitől jó gézásnak lenni? Én azt gondolom, hogy ennek a gimnáziumnak van egy sajátos hangulata, amellett, hogy családias, kicsi, befogadó és mindenkire odafigyelő. Ezt pedig azok a programok teszik, amelyek bennünket igazában gézássá tesznek. Itt mindenki számára, ugye, aki ismer bennünket, a gézanapi felvonulás az a leglátványosabb, de emellett, ugye ezt kevesen tudják, hogy nagyon sok olyan program van, amelyhez a gézanapokhoz kapcsolódik, művelődés történeti vers, különböző tantárgyi versenyek, ide tartoznak a tudományos diákkörnek az előadásai, illetve mindazok a szabadidős programok, amelyeket a sport, a kultúra területén tudunk kínálni. Mikor van nyílt nap az iskolában? November 26-án, ez egy keddi nap délután 5 órára várjuk a szülőket, ez egy tájékoztató lesz, illetve december 7-én, ez egy szombati nap, akkor pedig egész délelőtt óralátogatási lehetőséggel lesz nyílt nap összekötve.